Hatalmas csattanás törte meg a csendet, amikor az autós belerohant a parkolóban álló kamionnak Szolnok és Abony között. Az autó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, és beszorult a teherautó pótkocsi alá. A sofőrt a tűzoltók emelték ki a roncsból. Leálló sávban parkoló nyergesfontatóba rohant egy személygépjármű reggel 6:30, 32-es út 79-es kilométer szelvényénél. A helyszínre érkező szolnoki hivatásos tűzoltók csörlő segítségével szabadították ki a plató alá beszorult gépkocsit, majd annak áramtalanítása mellett feszítővágó eszköz segítségével emelték ki a gépjármű vezetőjét. A közúti baleset idején félpályás útzár volt érvényben. Információink szerint egy 79 éves férfi vezette az autót, a balesetet nem élte túl, azt jelenleg nem tudni, hogy miért rohant bele a parkoló kamionba. A rendőrség vizsgálja a körülményeket.